A magyarországi múzeumok közül kiemelkedik a Nyíregyházi Jós András Múzeum tudományos munkája. Idén már az 59. évkönyvét jelentette meg az intézmény, ráadásul most először két kötetben. Az első rész Juan Cabello előtt tiszteleg 460 oldalban, míg a második rész tanulmányokat és a tavalyi tallér kapcsolódó tematikus összeállítást is tartalmaz 450 oldalban. De megjelent Istvánovics Eszter és a Szegedi Tudományegyetem közös könyve is, amely egy monográfia a szarmatákról. Ez a múzeum 74. kiadványa még a Szegedi Egyetemnek az 5. megjelent kötete. A tudományos munka az mindig több évtizedes munka. Hát egy szarmata kötet, mint monográfia, annak az elkészítése egy életnek a munkája. Tehát Istvánov is ezt a régész, ezt a kötetet elkészítette, tulajdonképpen ő már 36 éve itt dolgozik, és néztem a legelső publikációja is, 1981-ben már a szarmatákról szólt. De a tanulmányok készítése is nagyon komoly munkát von maga után, ugye, vagy előzi meg, és hát minden tudományos munka ugye egy felkészültséget igénye. És gondolom, hogy az én munkatársaim kellően felkészültek, hogy ugye már 58 éve folyamatosan az évkönyvet meg tudjuk tölteni az ő tudományos publikációikkal. A munkácsi kiállításhoz kapcsolódóan megjelent egy színes kis prospektus is, amely minden fontos információt tartalmaz a múzeumban már látható és a hamarosan érkező munkácsi képekről. Kifejezetten a nagy közönség számára állították össze az adhok címet viselő könyvet, amely 167 oldalban mutatja be 21 szerző munkáját, arról a 34 műtárgyról, amelyet 2016-ban és 2017-ben választottak a hónap műtárgyának. Nem csak műtárgy leírások vannak benne, hanem tulajdonképpen a tárgyak történetével, életével és egyáltalán megtalálásával kapcsolatos érdekes történeteket is tartalmaz ez a kis kötet. A címe pedig a címének az a magyarázata, hogy a 2016-17-ben a kis kamara kiállítás keretében a hónap műtárgyaként bemutatott tárgyakat mutatjuk be ebben a kötetben. A kutatóink, a néprajzosok, történészek, régészek teljesen adhok módon saját személyes, szubjektív vonzódásaik alapján válogatták ki a tárgyakat, és a kötet szerkesztői sem kötötték meg az írók kezé kezét, hanem teljesen adhok módon rakták össze ezt a kötetet. A könyvnek több nyíregyházi vonatkozása is van, így bárki számára érdekes és színes olvasmány lehet.